Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával az Anime & Japan Critics. Majdásomban ismételt egy eléggé érdekes, illetve nagyon is drámai történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a 16-bit Sensation, mely műfeltekintve a sci-fi, dráma és komédia kategóriákba tartozik. Maga a történetünk legelőször Mitsumi Misato tollából jelent meg, aki 2016 óta két kötetnyi mangát publikált, ám ezt követően 2023. októbere és decembere között 13 rész formájában az anime is megjelent, Sakuma Takashi rendező, illetve a forgatókönyvírók Takashi Tatsuya és Wakaki Tamiki révén. Történetünk egy a jelen világunkban élő 19 éves lánnyal, Akisato Konohával veszi kezdetét, akit egészen kislánykorától fogva magukkal ragadtak a bisózsó játékok, amik a gyönyörű lányokkal való interakciókra összpontosítanak. Felnőtt korára Konoha bár elérte az álmát, és megszerezte első állását, mint illusztrátor a Bluebell nevű játékcégnél, azonban a munkáján szembesül, hogy a kedvenc műfaja micsoda ridegség homályába van szorítva. Ám egy munkanapja végén, miután belebotlik egy vintage játékboltba, események furcsa láncolata veszi kezdetét, amely kezdő lépéseként Konoha 1992-ben találja magát, mikor is a bisózsó játékipar a virágkorát kezdi el élni. Habár Konoha kezdetben nehezen érteti meg magát az új környezetével, de egy tehetséges programozó, Rokutan Mamoru révén lehetőséget kap, hogy csatlakozzon az Alcoholsofthoz, egy kis játékcéghez, akik hajlandóak őt illusztrátorként alkalmazni. Noha úgy gondolja, hogy a jövőbeli képességei sikerre fogják vinni, ám a régi technológia és az illusztrációk meglehetősen próbára teszik. Azonban a jelenünkből áthozott tudás révén esélyt kap a műfaj megmentésére, de mindeközben figyelnie is kell arra, hogy ezen tudás megosztása ne járjon végzetes következményekkel a jövőre nézve. Összességében egy jó képi és hangvilágú történetet kaptunk, amely számos érdekes fordulatot, drámai elemet és humoros pillanatot is tartalmazott. Szintén érdekesek voltak az olyan karakterek, mint Kaori, Meiko, Toya, Echo 1, Echo 2, Kiyoshi, Hashimoto és Masaru, akik mind egytől egyig fontos részeit képezték a történetnek, melyet, hogyha értékelnem kéne, akkor 10/8-ra taksálnék. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!